Életében először rúgott meg. Fáj? Hát nem annyira. Ha menjünk egy kicsit oda, hogy visszajöhessünk. Pontosan. Egy sokszínű tehetséges színésznő és egy gyerektáborosztató lovas rocker. Bandor Évával ma egy picit gyomlálgatok. Nem, mondjuk van itt egy cserbóka, ezt azért zavarja a szemek. Most zavarjam. Hova gyűjtöd? Van komposztod? Persze, hogy van. Ott van hátul. Persze. Na meg beszélgetünk egy jó színházról, filmekről és a kertészkedésről. És akkor ki kellett menni átvenni 3 díjat. És akkor az egyik meg ugye a legjobb női alakítás díj volt. Igen. Hogyan lehet valaki egyszerre kemény rocker, gyerektáborosztató, egy reklámcég vezetője, no meg lovas? Kovács Koppánytól ma megtudom a receptet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ez a 24 óra nem nagyon elég. Tehát én örülnék neki, hogyha ezt felnövelnék ilyen 36-ra körülbelül. Az mindenkinek az ilyen tökéletes lenne. A nagyszarvai halastó mellett futunk össze Kovács Koppánnyal, a legsikeresebb és leghíresebb szlovákiai magyar rockbanda frontemberével. Mielőtt belekezdenék a beszélgetésbe, elárulok egy titkot. Életem első tévés szereplése egy Romeo vérzik videóklipben volt, nézzétek, lelassítjuk. Na, milyen az alakítás, ez sem ma volt. A klip óta mondanom sem kell, hatalmas rajongója vagyok a Romeo vérziknek, szóval kezdjük. A Romeo vérzik, mint zenekar, rettentő régóta benne van már a köztudatban. Mióta is pontosan? Hát 1995-től. Tehát 95-ben alakult a zenekar, jövő leszünk 25 évesek. Erre azért is vagyunk nagyon büszkék, mert egyrészt, hogy nehéz volt betörni Magyarországra. Tehát alapvetően minden felvidéki magyar zenekarnak az a érdeke, vagy nem csak az érdeke, az a célja, hogy Magyarországon is közismert legyen. Nekünk ez valamikor a 2000-es évek elején sikerült ez a dolog. És hát erre vagyunk büszkék, hogy mi mindig létezik a zenekar. Tehát ez egy magyar viszonylatban is, tehát Magyarország viszonylatban is egy ilyen kiemelkedő dolog, hogy egy rockzenekar 25 évig létezik, úgyhogy felvidéki magyarként meg még jobban. Igazán egyedül tényleg egy tök jó. Fontos volt-e nektek az, hogy mondjuk példaképpé váljatok? Hát idol. Konkrétan erre mi nem is nagyon gondoltunk, tehát nekünk nem ez volt a fontos. Én vissza éppen minap beszélgettünk a turnébuszban arról, hogy a 90-es években nekünk az volt a legfontosabb, minél több helyen játszunk. Aha. Tehát mi elmentünk, mi akkor egy ilyen 100-as Kodával jártunk, meg több autóval, biliárdasszon aludtunk este, csocsóasztalokat összetolva, amikor ma vége lett a koncertnek. Tehát az volt a legfontosabb, hogy minél több helyre eljussunk, és minél több helyen megismerjék a zenénket. És talán ennek is tudható be, hogy a Romeót ismerik ma. Igen. Tehát, meg hát ugye elkezdtetek klippeket forgatni, ti voltatok úgy az első ilyen, elsők olyan kicsit ilyen formabontók, hogy elkezdtetek kőkeményen YouTube klippeket forgatni. Éreztétek-e azt, hogy az online felületek adnak valamit a Romeo vérzik, mint olyan zenekar? A legelső videoklippeinket nem is a YouTube-ra készítettük, tehát nem is az online felületekre készítettük, hanem akkor még mentek a magyarországi zene csatornák, ahol meg volt adva, hogy ennyi és ennyi perces legyen egy klip, lehetőleg ne szerepeljen benne ez, de azért legyen rockeres, legyen azért olyan figyelemfelkeltő dolog, és hát ilyen volt a Növesztem a hasam, vagy a Rock'n'Roll az élet, igen, például, ezek azok a klipek voltak. Aztán, mikor megszűntek ezek a zenei csatornák Magyarországon, tehát akár Vivára, akár MTV-re gondolok, ahol voltak rockzenei ilyen műsorok, utána a tendencia a YouTube felé mutatott, ugye? És most már minden zenekar erre paktál, tehát most már YouTube-ra gyártják a videoklipeket, fontos itt is a nézettség, egyéb más, de hát, hogy mi lettünk volna az elsők, azt én nem tudom. Próbáltunk minél különlegesebb klipeket forgatni, és hát az utóbbi időben, sőt, nem az utóbbi időben, hanem azt hiszem, hogy csak egy klipet forgattunk magyarországi stábbal, az összes többit felvidéki stábbal forgattuk. Uh-huh. Úgyhogy ezt is azért nagyjából mindig ahhoz tartottuk magunkat, hogy hazai embereket, hazai rendezőket, hazai forgatócsoportokat támogassunk, mert itt is vannak nagyon jó szakemberek, és ezeket meg akartuk ismertetni, ugye idézőjelben, ahogy megismernek bennünket, Magyarországon is megismerik őket. Tehát ilyen volt a Molnár Csaba, vagy a Máték, ugye, a Bíró Máték, úgyhogy... Zárójelbe jegyzem meg, hogy Bíró Máté most is a kamera mögött áll. Nélküle ez a műsor sem jöhetne létre. Ő az operatőre is, a vágója is. Nem kis túlzással állíthatom, hogy Bandor Éva a legtehetségesebb szlovákiai magyar színésznő.
Manapság játszik a komáromi Jókai Színházban, a Víg Színházban, forgat cseh, szlovák és magyar filmeket, és most már hangos könyvekhez is adja a hangját. Feltöltődni pedig itt a sziget közben tud. Azért nagyon jó. Meg lehet nyugodni itt. Jó. Éva a Párkány melletti Kéményben született, Zselízen érettségizett, játszott a Kassai Tália Színházban és a Komáromi Jókai Színházban is. Mikor találkoztál először színházzal? Amikor legelőször kiskorodban, alapiskolában vagy középiskolában, mi volt az első hatás inger, amire azt mondtad, hogy na, megindulok a színpad felé? Az a Játszunk Bábszínházat volt tévébe, mert nálunk a faluban nem volt színház. Nem. Semmi nem volt. Tehát, hogy volt énekkar, meg voltak ilyen dolgok azért, meg néptáncsoport, az volt Kéményben. De így színjátszókörök nem nagyon működtek a faluban, sőt, nem működtek a faluban. És tudom, hogy talán vasárnaponként, vagy valahogy így hétvégente ültünk le a tévé elé, akkor azért nem nyomtuk olyan gyakran a tévét, mint mostanában. És a Játszunk Bábszínházat azt nagyon szerettem. A 70-es évekről beszélünk, tehát hogy ez nagyon-nagyon régen volt, és mert én 71-es vagyok, és 70-es, 80-as években, amikor ugye otthon éltem még a faluban, akkor ezek voltak az első ilyen hatások, amikor engem rettenetesen vonzott ez a világ. De akkor én nem tudtam, hogy én színész akarok lenni, tehát hogy nem, csak egyszerűen szerettem. Főiskolára mégis elmentél? Elmentem, de nem vettek fel rögtön. Én keresgéltem magam igazából, nem voltam még eléggé érett arra, hogy rögtön elsőre felvegyenek, de ami nem is volt baj egyébként. Hanyadszorra vettek fel? Negyedszerre. Én háromszor voltam Pozsonyban és egyszer Pesten. És maga a tanárom mondta, Emil Horváth volt az osztályfőnököm Pozsonyban, hogy ő emlékszik az első felvételimre, és tehát szlovákul nem tudtam, tele voltam komplexusokkal, tudod, amikor bemész egy szlovák bizottság elé, és akkor így a csehszlovák mesefilmekből, meg filmekből, gyerekfilmekből, úgy körülbelül úgy tudod, hogy ki kicsoda, és felismered a Mikulik arcát például, vagy a Milka Vásárjová arcát, de úgy nem mersz megnyilvánulni, tehát így nehéz felvételizni. Úgyhogy én mindig azt mondom azoknak a gyerkőcöknek, akiket készítek fel felvételire a főiskolára, hogy muszáj megtanulni 100%-ig a szöveget, tehát hogy azzal úgy tudjatok bánni, ahogy akartok, mert amúgy is bennetek van egy stressz, ami blokkol. Jó esetben nem blokkol, rossz esetben blokkol. És az fontos, hogy legalább ebben az egyben legyetek biztosak. Azt itt kívül, háromszor nem vettek fel, ugye? És negyedszerre visszamentél. Ablakon bemásztam. Na de azért, de ez hihetetlen nagy erő kell ahhoz. Vele bárhova elmennék, futni elé lélegeznék, amíg volna levegőm, lélegeznék. És tehát hogy képzeljem el, tehát Kovács Hoppány, a Rómeó vérzik frontembere, fel kell egy szép idilli hétfő reggelen, ő mivel foglalkozik? Mindig úgy kezdődik, hogy reggel beülünk az autóba, én elviszem a lányokat a suliba, majd van egy grafikai dizájn, ilyen reklám cégem is, egy sráccal közösen csináltuk anno x éve, és bemegyek oda dolgozni, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 8 órát lehúzok ott, és akkor, tehát vezetem a céget, közben intézek x ezer más dolgot persze, és attól, amit eltervezek mondjuk előző nap, az általában reggel 9-re fölborul minden, és akkor 9-től próbálom az elkövetkező fél órákban összerakni a napomat, ez általában így működik. Hát egyszerre, én nekem a napom az úgy működik, hogy a este 5-ig, mondjuk vagy 4-ig, még a gyerekek suliban vannak, addig én foglalkozok a céggel, foglalkozok a Rómeónak az ügyeivel, foglalkozok a helyi csavadok alapszervezetnek esetleg a dolgaival, vagy bárminemű dolgokkal, tehát még a Rómeó mellett ugye van még két formáció, tehát van a három királyi formáció, igen, is, például a 2 Derzsivel, igen, ott is vannak, amiket például a belföldi koncerteket én intézem, vagy a magyarországi koncerteket, a külföldieket tengeren túl, az már Derzsi, de azt is meg hát szólófellépések is van, azokat is intézem, úgyhogy ilyen nagyon sokrétű dolgot csinálok, és akkor ez csak a töredék. Aztán hazajövünk, és akkor úgy történik a nap, hogy a gyerekek ugye mennek tanulni, vagy pedig otthon vannak már, és utána aztán jövök ki, van egy lovas barátaimban, csináltunk egy lovasrancsot, és általában este én etetek.
Tehát reggel etet a barátom, este etetem én a lovakat, akkor kimegyek oda etetni, vagy a család is kijön velem, vagy pedig a barátok is összefutunk ott, akkor már ott ilyen fröccsözéses, sörözéses, megbeszéléses dolgok vannak, és aztán este még olyan 8-tól 10-ig próbálok általában Rómeóval foglalkozni, vagy dolgozni. Ez lett volna a kérdés, hogy mikor játszatok? Mikor zenéltek? Ja, és aztán ja, persze, igen, és hát és akkor van még a hetente kétszer szoktunk próbálni általában, valamikor többször is. Igen. Volt például most egy akusztikus koncertünk, és arra 3 hónapon keresztül majdnem minden nap próbáltunk. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de este 7-től a 9-ig, 10-ig próbálunk. Uh-huh. Tehát így azért próbálom így, de én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ez a 24 óra nem nagyon elég. Tehát én örülnék neki, hogyha ezt felnövelnék ilyen 36-ra körülbelül. Az, az mindenkinek az, az ilyen tökéletes lenne. Na, de kegyeztet előre, virradóra, akkor lesz 14, emlőszem. Érezted-e azt egy tanártól, hogy, hogy összpontosított rád és többet kaptál tőle? Volt-e ilyen? Hát szerintem az osztályfőnökeim azért én egy olyan tipikus eset voltam, hogy több tanárt is kipróbálhattam. Ó. Tehát színészmesterségben. Igen. Tehát ott volt Emil Horváth, Jurajsz Lezárcsák és Milka Vásárjová. Az az igazság, hogy nagyon fontos volt az, hogy megtanítsanak téged arra, és nem önmagukat kopírozván, uh-huh. tudod, mert sokszor az van, hogy ez kis Emil Horváth, ez kis Milka Vásárjová. Ez valahogy sikerült. Hogy megmaradj egyéniségnek. Sikerült uh-huh. eltartani magamtól, és lehet, hogy pont ezért, mert sűrűn váltották egymást uh-huh. ők. És az Emil Horváth meg arra tanított meg, hogy gondolkodjál a színpadon. Uh-huh. Hogy gondolkodjál, használd az összedet. Uh-huh. És az is nagyon fontos különben. Volt olyan meghatározó élményetek a pályafutásatok alatt, hogy hát amikor a legnagyobb bulit csaptátok, amire úgy emlékezetes volt, tehát ami ez a top koncert. A Rómeóval? Hát mi mindig próbálunk így lépésről lépésre előre haladni, és mindig más, nem is mondom, más lecek vannak, ilyen magassági lecek, amiket megpróbálunk megugrani. Ugye annak idején mi mindig azt szerettük volna, Magyarországon volt egy nagyon híres rockklub, a Wigwam rockklub, és mi ott mindig előzenekar voltunk, sőt nagyon nehéz volt oda bejutni előzenekarnak is. Uh-huh. És amikor ott ami nekünk az volt az álmunk, hogy egyszer egy élőben, tehát egy önálló koncertet csináljunk, de aztán sikerült azt is elérnünk, hogy teltházas bulikat csináltunk ott a Wigwamban. Ez a 2000-es évek derekán, 2000-es évek vége felé volt. Tehát és aztán mindig próbáltunk. Mikor a Petőfi csarnokban szerettünk a bulikat, addigra az megszűnt. Igen. Úgyhogy vannak mindig. Hát persze a zenekarnál így soha nem éreztük azt, hogy na most elértünk valamit, mert én azt vallom, hogy amint valaki azt érzi, hogy beért a célba, akkor onnantól meghalt a dolog. Tehát mindig van jobb. Tehát mindig van jobb dolog, amit el kell érni. A dalok, tényleg albumok is, amikor megíródnak, hiába jön ki egy új album, az ember úgy érzi, hogy ettől tudok én még jobb szöveget is írni, meg tudok jobb dalokat is írni. Persze örül az aktuális sikernek, de ez egy pillanatállapot. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig harcolni kell, és ez az, ami éltet engemet is, meg ami mondja, ez a belül a kütyüt így mozgatja, hogy mindig van jobb, és mindig van jobb és érdekesebb dolgok, amiket meg lehet valósítani. Most, ami például egy aktuális dolog, hogy idén ősszel, októberben megyünk ki Los Angelesbe játszani. Tehát ez egy olyan, hogy én voltam kvárki a tengeren túl, de mindig az volt az álom, hogy a Rómeón is kiussak. Úgyhogy most lesz egy koncertünk kint Los Angelesbe, méghozzá az egyik legkultikusabb helyen, a Whiskey Go-Go-ba fogunk játszani, a tankcsapda vendégeként, úgyhogy számomra ez, hogyha hogy fölléphetek, elmondhatom, hogy fú, de jó, elértem mindent, de van még mindig, hova eljutni, tehát egy ausztrál turné is beleférhetne, tehát, tehát lehet itt sorolni az álmokat, igen. meg a pakancslistás dolgokat. Úgyhogy. Valamelyik színész mondta egyszer, hogy onnantól tehát ott van a gond, hogyha már elhiszi maga arra, hogy jó. Igen, tehát igen, onnantól gond van. Éva szinte mindegyik Jókai színházas darabban szerepel. A múlt évadban Eszenyi Enikő látta az egyik darabban, és elhívta vendégszerepelni a Víg Színházba. Mondtad, hogy a hétköznaponként néha visszajönnek megélt események, tehát amikor hatalmasok alatt vagy, hogy milyen volt még 20 évvel ezelőtt egy előadás. Ja. Szerinted egy előadásnak van-e vége? Tehát, hogy van-e, mármint, hogy nincs-e mindig az úton?
tehát én azt gondolom, vagy én laikusként azt gondolom, hogy mindig úton van egy előadás, tehát nincs ez befejezve. És a úton lenni meg boldogság. Hát igen. Tehát hogy ez az út, ez meddig érvényes? Hogy van-e egy előadásnak útja? Tehát én 20 akárhány éve vagyok a pályán, több mint 23. És olyan sokszor van az, hogy egy előadás megy 10-szer, 11-szer, nagyon keveset. Most a Víg Színházban például a Liliomban lehet olyat próbálni, hogy 26-szor játszottuk ebbe az évadba, és télen mutattuk be. Tehát karácsony előtt mutattuk be. Számomra ez egy szuper dolog. Tehát, hogy az, hogy tudom játszani az előadásokat hosszabb ideig. De az, amikor, és ezért nem tudok válaszolni a kérdésedre, mert amikor 10-11-et játszol egy népellenségéből, vagy mit tudom én, egy cseresznyéskertből, vagy három nővérből, vagy félkegyelműből, vagy nem tudom, mit vagy mondjak bányavirág, éppen. Bányavirág, igen, imádtam azt az előadást. A bányavirágból, az sem ment sokat különben. Pedig. Az Keszég Laci rendezte? Igen. Akkor úgy nem tudod igazán megélni azt, hogy mi az a boldogság, amikor több vége is lehet. Vagy nem az, hogy, mert mindig van egy vége természetesen. Egy rendező által elképzelt vég mindig van. De mindig más és más lelki állapotban vagy, tehát hogy nem, nincs, azt mondják, hogy nincs egyforma előadás. Tehát persze, hogy a váza, a gerince, a nem tudom milyen egyforma kell, hogy legyen, de azért mindig vannak csúszkák benne. Én ahogy beszélsz, meg ahogy így beszélünk ezekről a dolgokról, egyre jobban megerősíti bennem azt a látképet, hogy te tényleg egy gondolkodó színész vagy. Nincs két szívem, mit megosztanék, s ha tehetném, szétszakadnék. Nemzedékem egyik nagyjai vagytok. Jó, köszönöm. És bármennyire is hihetetlen ikonikus zenekar, most nem tudom, ikonikus zenekar a Rómeó vérzik itt nálunk, de hogy jutsz el oda, hogy ebből a kőkemény rockzenészből most itt vagyunk egy táborba, ahol gyerekekkel foglalkozol, a következő nemzedékkel. Hogy jön ez össze? Hát hogy? Én annak idején cserkész voltam, tehát cserkészvezető is voltam, és aztán én főiskolára is kezdtem járni tanítóképző fősúlyra, amit két év után ott hagytam, aztán az véget pont azért, mert a vizsgaidőszakok mindig a koncertek időszakába esett, és hát én általában vagy másnaposan pottyantam be a vizsgákra, és mindig pótvizsgáznom kellett. És aztán rájöttem, hogy ez nem nekem való ez a dolog, mert tényleg én nem nagyon bírom azt a egy hónapba besűrített stressz helyzetet. Tehát én szerettem tanulni, de rendszerességet sem tudok nagyon az életembe belevinni. Tehát úgy döntöttem, hogy én ott hagyom a tanítói szakmát, de viszont ez attól függetlenül nem a diploma hajtott engemet akkor sem, hanem valamilyen szinten én ezt a gyerekekkel való foglalkozást a cserkészetből hoztam el. És innen egyenes út vezetett talán az, hogy most mikor már idézőjelben, nem azt mondom, kirokkerkedtem magamat, de mikor a Rómeó most már olyan szinten van, hogy ezt is meg tudom magamnak engedni, akkor egyenesen jött a csemadok tábor, meg a lovasokkal is csinálunk egy lovas tábor. Tehát ez augusztusom az úgy telik, hogy augusztusból két hetet, tehát egy hetet lovas táborozok, egy hetet meg csemadok táborozok. De ez tök jó, tehát nagyon élvezem csinálni. És például tegnap is, mikor futkározom, kellett valami véget, éppen mondtam a vezetőknek, hogy tök ideg vagyok, mert én ezt nem ezt szeretem. Hogyha én táborozok, akkor én táborozni szeretek, akkor a gyerekekkel foglalkozni reggeltől estig. Tehát akkor az az érdekes, az a jó. Engem ez mindig föltölt. Tehát ez is ad inspirációt nekem, bármi hülyén is hangzik, de ez mind ének, ez a relax nekem. Tehát ebben a nagy körforgásban a gyerek zsivaj, meg a napi szinten való táboros hülyeséket, tehát a kajáltatástól kezdve mindent ezt oldani, de ez csak például, ezt ki szeretném emelni, hogy csak jó csapattal lehet csinálni. És ezt a csapatmunkát is nagyon élvezem, ami van a lovasoknál, tehát nagyon jó barátaimmal csináljuk, és itt a csemadokban is iszonyatos jó a csapatmunka. Tehát ezt csak így érdemes csinálni. Évát közel 20 éve hívja a különböző filmekbe szerepelni. Ő minden felkérésnek eleget tett, így rengeteg kezdőfilmes filmjében szerepelt. Sok ilyen filmet csináltam, és az azért jó, mert ott gyakorolhatsz a kamera előtt. Ugye azért nagyon nagy különbség van a színpadi és a filmes kamera előtti létezés között. Hatalmas különbségek vannak. A kamera azért rendesen beléd lát.
Tehát, hogy nem mindenkinek áll jó a kamera. Most nem azt mondom, hogy én nekem baromira jól áll, de amikor egy olyan 2000-es évek elején forgattam egy stábbal, és ők vizsgafilmet csináltak a Pozsonyi Színművészeti Főiskolán, akkor, illetve a Filmművészeti Főiskolán, akkor tőlük hangzott el talán először az, hogy Éva, téged szeret a kamera. Olyannyira szereti, hogy azóta szinte el sem engedi. Sőt, még egy nem vált díjjal is jutalmazták a játékát. Komolyabb film volt a 2015-ös, ugye? Ami aztán Pekingben igen. díjat kaptam. Igen. Milyen díjat? Mesélsz erről egy kicsit? Na, egy kicsit. Na, nem, dehogy. Dehogy nem. De az egy jó, nagyon jó projekt volt. Azt Jaro Vojtek rendezte, és Gyerekek volt a címe, és négy évszakra négy történet volt. Gyerek-szülő kapcsolatról, különböző családokban. Az én történetem az a lány és az apa kapcsolata, illetve egy olyan apa kapcsolata, aki éppen halála előtt van, és úgy dönt, hogy ő szeretne elmenni a tengerhez meghalni. És azt nagyon szerettem csinálni, és ez egy teljesen szerencsés helyzet volt, hogy a Pekingi Filmfesztiválra beválogatták, mert ez egy nemzetközi filmfesztivál, tehát az egész világból voltak ott filmek, és amikor elérkezett ugye a díjkiosztó gála, amire én egyáltalán nem voltam felkészülve, de így igaz, ahogy itt ülök, tehát egyáltalán nem, mint ruhailag, mint lelkileg, mint semmi, azt mondtam, hogy már megyünk, megnézzük, hogy Kínába hogy ünnepelnek a movie sztárok. És akkor ennek a zsűrinek az elnöke a Luc Besson volt, ugye mindenki ismeri. Igen. Egy nemzetközi zsűri volt, és ott volt Kim Ki-duk is, akinek a filmjeit imádtam, koreai filmrendező, és azt hiszem, láttam valami 7-8 filmjét is, nagy rajongója vagyok egyébként, és tőle kaptam meg a díjat. Tehát, hogy az, hogy te egyáltalán nem vagy felkészülve arra, hogy neked ki fog kelleni menni, na, ahhoz képest 3 díjat elhoztunk, és akkor ki kellett menni átvenni 3 díjat. És akkor az egyik a legjobb női alakítás díj volt. Igen. Thank you. Thank you very much. Kicsit ugrunk most vissza. Mondta egy nagyon jó, szép szót, ami nekem nagyon tetszik. Kirokkerkedtem magam. Egy rocker ki tudja magát egy életen keresztül rockerkedni? Lehet ebből? Tehát ki tudod te rockerkedni magad valaha? Hát figyelj, Vagy az örökre? Hát az örökre benne marad az emberbe, mert az ember, szintén beszéltük ezt, hogy bármennyire is próbáljuk azt, hogy megjavulunk, meg hogy jók leszünk, azért a turnébuszban még nagy állatságok mennek, és el is tudunk hajlani egy-egy koncert után, főleg, hogyha fesztivál szezon van, ugye fesztivál azért jó, mert ott akkor a zenekar kollégákkal, tehát a rock szakma krémjével, idézőjelben össze tudunk futni este. Na és akkor aztán jönnek a sztorik, ugye hát egy éve nem találkoztunk, vagy x ideje nem találkoztunk, és akkor mindenki sztorizgat, hát ez ilyen hajnalokig tartó buliba fullad bele. Úgyhogy hát még ma sem javultunk, tehát nem azok vagyunk, akik fölmennek a színpadra, lejátszák, és akkor szépen lemosakodva hazajönnek. Hát, hogy csapszottan Zilától érkezünk meg, hát egy kicsit nehezebb most már. Hát annak akkor ide... nem Rómeó vérzik, hanem Rómeó hajlik, az meg igen, van az már nagyon-nagyon hülyén is. Nem, Rómeó vérzik, az tényleg, hát néha belefutunk egy-két ilyen alkalomba, és hát csak az a baj, hogy már öregszünk, tehát a szervezetünk valami szinten már úgy van vele, hogy még 4 napot annak idén bulisztunk egyhuzamba, és mondjuk fél napig regenerálunk. Most már, hogyha fél napot vagy egy napot bulizunk, akkor 4 napot regenerálódunk, ez így van, úgyhogy. De hát ez az életrendje. De hát amíg figyelj, az ízzik a vér, addig ezt kell csinálni. De megmutatom neked a paradicsomomat. A paradicsomot, jó van. Itt a sóska, amit most megnyírtam, de úgyhogy... De nem szabad kiszedni. Úgyhogy újra, azt ki szabad, az nem jó. De nem, a sóska, hát azt sóskát meg kell nem enni. Szabad. Sóskát meg kell enni, igen. Az ott a finom. Sóskát szeretjük. Főzeléknek fogok. Imádom. Levesnek is szokjátok? Nem, csak főzeléknek. Márjuk, hogy leves is nagyon jó. Nagyon finom. Nem azt teszed, mert nem, készed el. Marha jó ez a sóska. Ezek a paradicsomok, ezek most olyan úgy megindultak. Ezeket leszurkáltam, és kikötöztem. És nyitom, milyen szép, gyönyörű. Az ott 5.
És itt számolom, hogy mennyi lesz. Nem, az jó lesz. Bálint gazdát néztem, hogy hogy kell a ribizlit metteni. Tényleg? Hogy mikor kell metteni a ribizlit. Hát amikor előjönnek a fagy után az első, de azt nagyon el kell találni, hogy az első jó időben még, tudod, még, de még hideg van, de már lehet metszeni, ja. Mert már mutatja az idő, hogy most már metszheted. Ezen a farmon, ezen a lovas farmon, hagyd kérdezzem már meg, hogy honnan jött ez a név, hogy Rómeó vérzik? Hát a Rómeó vérzik az egy, előtte egy filmnek a címe volt, egy amerikai filmnek, és hát erről ez ihletett egy dalt, a bátyám erről írt egy szöveget, majd csinált hozzá egy dalt, tehát írt egy dalt róla, és hát ez volt a legelső dalunk, amit megcsináltunk, a Rómeó vérzik, és ez valamikor 95. októberében volt, és rögtön, amikor összeállt ez a banda, végülis nagyon nem is álltunk össze. Tehát inkább úgy mondanám, hogy elkezdtük a bátyámnak a dalait, amit megírt, így összerakosgatni, és decemberben szólt a Konfliktus Juri, hogy volna egy koncert a Pitomba, hogy nem ellépnénk fel. A Pitomba. A Pitombárba, sorján, igen, ez egy ikonikus hely volt. És hát mondtuk, hogy dehogy nem, de hogy mi a zenekar, itt tegyünk a plakát, mi legyen. És így gondoltuk, de az igazság, hogy mi nem is nagyon gondolkoztunk a zenekar nevén, legyen az első dalnak a címe, Rómeó vérzik, na azóta ez adta magát, ez a dal is, és azóta így ránk ragadt, és ez a 25 éve koptatjuk. Jó is teszitek. Koppány olyan nagy lelkesedéssel beszél a lovairól, hogy egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy felülök az egyikre. De ezt az ötletemet gyorsan elhesegettem, mert mint látható, a szép barna ló nem nagyon szereti, ha utasítgatják. A életében először rúgott meg. Fáj? Hát nem annyira. Meg sem kottyan neki egy lórúgás. Eléggé szívós rocker, ezt ma látom. Szóval mit is kívánhatnék a mai két hősömtől? Megvan! Azt, hogy Koppány sose adja abba a rockerkedést, és azt, hogy Bandoréva játékával még sok filmben és előadásban kapraztasson el minket.